Hello, sziasztok srácok! Én Mugi vagyok, és kiderült ki a 8. Hokage. Tarts velem, ha kíváncsi vagy rá! Mugi Hokage! Shintaro! Na már most ezt szólnék, ugye spoiler veszély van, skacok, spoiler veszély, spoiler, spoiler, spoiler! Na hát így, hogy most már mindenki megtudta, hogy spoiler veszély van, így bele is kezdhetek a videóba. Na már most, ugyebár az a helyzet, hogy kiderült, hogy ki a 8. Hokage. A 8. Hokage Shikamaru lett, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, igazándiból ki más lehetett volna. De miért is lett a 8. Hokage Shikamaru? Ugyebár azért, mert Kawaki már a Boruto első részében ugye elmondja Borutónak, hogy odaküldi, mint a 7-et. Igazándiból az történt, hogy Kawaki egy másik dimenzióba rakta Narutót és Hinatát, gondolom azért, hogy megvédje őket a dolgoktól, hiszen neki ez célja az életében, hogy Narutót megvédje. Mivel hogy apjaként és anyaként szereti Narutót és Hinatát is. De viszont a faluba úgy tudják, hogy Boruto ölte meg a 7. Hokagét, és ezért idéglenesen kellett egy másik Hokage, vagyis nem is idéglenesen, mivel hogy azt hiszik, hogy Naruto meghalt, így teljes mértékben új Hokagét kellett változtatni, és ez Shikamaru lett. Miért is gondolom úgy, hogy Shikamaru elég jó 8. Hokagénak? Azért, mert Konohamaru lenne az a másik potenciális Hokage, akire én gondoltam még a Shippuden alatt, de hát ugye az a helyzet, hogy Konohamaru se nem erőbe, se nem tudásba, se nem érettségbe még nincs azon a szinten, hogy Hokagévé váljon. De viszont Shikamarut, ha megnézzük, ugye az ő kis karrierjét a Hokage irodába, ő már Kakashinál, a 6. Hokagénél is ő volt a tanácsadó a Hokagénak, és ugye Naruto a 7. Hokagénak is ő volt a tanácsadója, tehát azért jó pár év benne van, hogy a Hokage irodába dolgozik, és képben van minden, amivel lehet, teljes mértékben a falu érdekeit nézi Shikamaru, mindenképpen, ha a gyerekéről van szó, ha Narutóról van szó, akármiről van szó. Teljes mértékben azt tudom állítani, hogy más nagyon nem is lehetett volna, és megmondom a frankot, hogy én meg vagyok békélve azzal, hogy Shikamaru lett a 8. Hokage. Az a helyzet, hogy a tudása miatt és a falu iránti szeretete miatt megérdemli. Hát végérvényesen is ez a helyzet hivatalos, Shikamaru a 8. Hokage. Gratulálunk neki, én meg ugye az online Hokage vagyok, az első. Shintaro! Sziasztok srácok, ha tetszett a videó, vagy tetszik a kivitelezés, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel persze, osszátok, csapjátok, én Mugi voltam, sziasztok, Shintaro!